Az előkészítő balettstúdió 2019-ben egy új koncepcióval, oktatási koncepcióval kezdte meg a működését. Ennek következménye az, hogy nagyon-nagyon sokan jelentkeztek már az első évben, és azóta olyannyira fokozódott, hogy most már több mint 200 növendékünk van, amiből sajnos nincs sok fiú. Ez ideig összesen 4 kisfiú érdeklődött a tánc iránt, de hát reméljük, hogy ez az évek során egy picit változni fog, és ők közülük már 3-at föl is tudtunk venni a képzésbe. Egyaránt klasszikus balett szakra, ők ugye 4. osztályosok, akik felvételizhetnek, illetve a néptáncművész, színházi táncművész és a modern táncművész szakra is. Itt is idén most 5 növendékünket tudtuk felvenni már a Táncművész Képzőintézetben. Amit a felvételinél nézünk, mert ugye ez mindig egy érdekes kérdés, hogy mégis mi zajlik egy felvételin, mit néz a felvételi bizottság egy gyermeken. Ugye a klasszikus balettszakra 4. osztályos korosztály jelentkezhet, hiszen 5. osztálytól indul a 9 éves képzés. A legfontosabbak azok az ízületi tágságok, izomzatban hajlékonyságok, amiknek mindenféleképpen meg kell felelni. Gondolok itt leginkább a kiforgatott helyzetnek a megtartására, ami született adottság. Fejleszthető ugyan, de igazándiból egy született adottságról beszélünk. Ugyanúgy nézik a testarányokat, hiszen fontos, hogy hosszú, vékony kislányok, kisfiúk jelentkezzenek, és illetve a lábfejnek a hajlékonysága még rendkívül fontos, hiszen a kislányoknak fel kell állni spicipőre. És utána természetesen a koordinációs képességekre is kíváncsiak vagyunk, leginkább az egyensúlyra, illetve olyan nagy mozgásokra, akár a keresztirányú mozgásokra, az oldaliságra, ami ugye később nélkülözhetetlen lesz a tánchoz. Tehát alapképességeket nézünk a felvételén.